kétségkeltő Balázs bizony nem a szerencse fia. Sokan talán nem értették, hogy az idén remeklő Vasas miért csak idegenben győzött eddig. Nos, mint ma délután kiderült, a Fáy utcában arra a bizonyos nagy halra vártak, hiszen Vasas Ferencváros 3-1. Pedig az első komoly helyzetet a fehérben játszó vendégek hagyták ki, ám Nagy Norbert most sem találta meg az utat az ellenfél kapujába. Annál inkább hámori a túloldalon, aki Macó beadása után senkitől sem zavartatva fejelhette be a Vasas vezető gólját. Az akció egyébként Vácitól indult, és ő a második félidőben is megismételte teljesítményét. Igaz, hogy Pál még elszerencsétlenkedte a helyzetet, de a vérszagot kapott Hámori már nem hibázott. 2-0, pontosan 30 másodperc telt el a második játékrészből. A Ferencváros végzete a Hámori-Váci duó volt, gondolom ez már az eddigiekből is kiderült, de ha nem, íme a 66. perc eseménye. Hámori kitűnően találta meg a leseállítás ellenszerét, és a végén sarokkal célozta meg a kaput. A harmadik Vasas gól természetesen nem születhetett volna meg, ha nincs Váci Zoltán. A vereség tényén a zöldfehérek ezután már nem tudtak változtatni, csupán az arányán a becsület volt Vince Otto lőtte a 80. percben. A vége Vasas Ferencváros 3-1.